részlet Zsigmond Dezső a Föld nyeli át című dokumentumfilmjéből. Az alkotás a kárpátaljai Aknasz Latinára, az egykori neves bányászvárosba kalauzolja el a nézőt, amely már a pusztulás szélére került. A szovjet időszakban történt robbantások hatására ugyanis a mélyben folyamatosan keletkező üregek lassan elnyelik a várost. A sósvíz Tiszába történő beszivárgása súlyosabb esetben a Duna régiót és ezáltal több ország élővilágát is veszélyeztetné. A határon átnyúló probléma megoldására néhány éve program született, amely most újabb lökést kaphat. Az volt az egész projektnek a célja, hogy felmérjük, milyen a bánya mostani geológiai, geofizikai állapota. Több mint 1 millió eurót nyertünk a Revitál projekt keretében a Tisza Európai Területi Társulás, és komoly szakemberek bevonásával itt a Miskolc Egyetemet, és illetve a Geogold Kft-t emelném ki, akik felszíni méréseket is végeztek, illetve egy robot segítségével el tudják térképezni a bányában folyó folyamatokat, és így a beavatkozást is, majd a majdani reményeink szerinti beavatkozást, ami a kárelhárítást jelenti, megfelelően előtt tudjuk készíteni, illetve meg tudjuk alapozni. Ezt azon a csütörtöki Aknasz Latinai sajtókonferencián mondta a megyei közgyűlés elnöke, ahol bemutatták az említett gépet. Most a robot az egyik kamerájával ráfordul arra a saktábla mintára, azzal kell magát kalibrálnia. A saktáblának az egyik pontja a 0-0 koordináta, az automatán beolvassa, és ahhoz kezdi majd építeni a térképet. A gép működését mutatja be a szakember, amelyet le is engedtek a bánya területén. Autonóm funkciókkal rendelkező olyan robot, ami képes elárasztott bányaterekben lemerülni és 3D térképezést és geológiai információt szolgáltatni a környezetében. A robot által begyűjtött adatokkal elkészülő anyagtól azt várják, hogy annak segítségével megakadályozhatják a karsztosodási folyamatot, és a sóbánya és környezete teljes revitalizációja megvalósul majd.